Lehet, hogy ez itt úgy néz ki, mint egy elektromos roller, de ez nem az. Ez sokkal inkább egy közlekedésszabályozási anomália. Ugyanis, ha így ránézel, azt gondolnád, hogy ez egy roller, egy gyerekjáték. De nem, mert az oda a hátsó kerékagyba épített motornak a teljesítménye 600 watt, van rajta féklámpa, van rajta index, és simán megfutja a 40-es tempót, tehát nehezen nevezhetnénk gyerekjátéknak, hogyha a jogi szabályozást nézzük, akkor puskáznom kell. Rétvári államtitkár azt bírta mondani a szájával, hogy a hatályos KRESZ nem ismeri az elektromos roller jármű kategóriát. Tehát valahol félúton vagyunk a kerékpár és a segédmotoros kerékpár között. Amennyire én ki tudtam silabizálni a jogi nyelven íródott szövegekből, ezt most akkor vezethetjük, hogyha van D-kategóriás jogosítványunk, vagy elmúltuk 14 évesek és rendelkezünk KRESZ vizsgával, és erre a járműre kötöttünk KGFB-t, tehát mint mondjuk egy 50-es robogónál. Nem egyszerű a kérdés. Ettől függetlenül a cucc maga érdekes, habár nem vagyok vele igazán kibékülve. Kicsit olyan érzésem van a Kukrin G2 Pro-val, mint 10-15 éve az áruházi mountain bike-okkal. Arra is az ember így ránézett messziről, és azt érezte, hogy ez igen, ez egy valami. Aztán közelebb ment, megnézte a részleteket, és elkezdett nagyon durván kilógni a lóláb. És nézzétek meg, alumínium, szépen belemarták az András kereszteket, kimerevítették. Erről még akár az is felmerülhet, hogy valamilyen fluid forming eljárással készült, de hogyha csak simán leütötték, aztán megmunkálták présgépből, még igazából az is rendben van. Nézzétek meg itt ezt az egy tömbből fúrt martelemet. Egy igényes benyomást keltenek azok az alkatrészek, amik megragadják a tekintetet. De ha benéztek oda, akkor egész pontosan azt a gagyi rugós tagocskát, csillapítás nélküli rugós tagocskát látjátok, amit a már emlegetett Tesco-s bicikliken, vagy Ocean-os bicikliken. És az egésszel a fő problémám az, hogy ez a 600 watt, ez lényegesen nagyobb teljesítmény, mint amire a rollernek, hogy is mondjam, szüksége van. Nem szüksége van, amit ez a futómű, amit ez a fék, amit ez a tengelytáv és egyebek engednek. Mert ez tényleg gond nélkül eléri a 40-et, ha az ember nagyon megerőszakolja, beleszalad a 45-be. 600 watt nem kevés ott a hátsó kréken. Lehet vele bernátolni hevesen. Roland le is bernátolta a fél gumit. A mellesleg a féknyereg is a korai Tesco-s biciklikre emlékeztet. Vannak ezekből amúgy nagyon jók, és mivel bringa szabvány a rögzítés, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy fel lehet rátenni jó féket is. De hogy egész egyszerűen a féktárcsa kopó felületének a felét használja ki a fék. Nem gondoljátok, hogy csak úgy benyeljük az ígért hatótávot a rollernél, úgyhogy most elmegyünk egy tesztkörre, bemegyünk vele a belvárosba, hát nagyjából erre szokták használni ezeket az embereket. Én biciklivel követem Rolandot, Roland pedig jön magával a rollerrel, és nézzétek meg, Roland az egy rendes user, SMKP-val közlekedik, tehát felcsapott egy bukós isakot. Ennek a jelentőségéről később még beszélni fogunk. Most itt az órámon elindítok egy Stravát. Igen. Az a helyzet, hogy most már megtettünk egy durván 2,5-3 kilométert a... Ötöt. Majdnem hatot. Öt hetet mondtál. Igen, megtettünk majdnem 6 kilométert a rollerrel. Itt GPS-es pontos mérések alapján, mert még erre is figyelünk. Úgyhogy lejöttünk megnézni, hány szerelmet bír még el a rakpart. De Rolandnak... Reméljük a miénket már nem. Kritikai és egyéb megjegyzései vannak a rollerrel kapcsolatban, úgyhogy most beavászkodom a kamera mögé. Hát mondjuk kritikának te tudtad be, hogy ezt rossz tartani. Szerintem nem rossz tartani, nekem a gázkarral speciális semmi bajom nincs. Már az adagolhatósága. Így... Jaj, hát igen, akartam mondani, hogy így mechanikailag amúgy az adagolhatósága az nem a legjobb. Nem mindig ugyanúgy reagál rá. Uh-huh. Én azt vettem észre. Valamikor így egy picit megnyomom és azonnal ugrik, de legtöbbször például padlógázás kigyorsításra szinte el se akar indulni. Tehát azt beszéltük, hogy elképzelhető, bár nyilván nem másztunk bele az elektronikájába, és ez egy olyan specifikáció, amit nem biztos, hogy megtalálunk valaha is, hogy nem van fogjuk. Ennek valamiféle szabályzása. Tehát ilyen motorvédelmi, vagy akkumulátorvédelmi okokból. Igen, de azt szerintem az emelkedőn is, amit mondtam már neked, mert emelkedőn, nagyon pici emelkedőn is nagyon nem akar menni. Igen, lényegesen erősebb annál, mint amennyire meglassul az emelkedő. Persze, hát most ott, ahogy jöttünk föl a telepnél a vasúti átjáróra, ott nem tudom, füstölnie kéne a kereket fölfele. Igen.
és alig jöttünk föl. Jó, eleve nem baj, hogyha nem esik hátra az ember vele. Ezt akartam mondani, azért 600 wattal már kiugrana alól. Igen, de hogy ez így ahhoz mérten is. És ez nem egy lágyindításos roller, nevezzük így, mint a flexeknél, hogy ez nem lágyindítású, tehát nem belehajtasz és akkor lendül meg. Amint ja, lenyomod a kart, igen. Ez állóból. Igen, ugyanúgy egész jó el lehet már vele rajtolni, hogyha meglököd, akkor ad neki annyi lendületet, hogy valószínűleg a szabályzó egy picit már jobban ráengedi. Beszélj az üzemmódokról. Három van, nem? Igen, van három üzemmódja, ott nagyjából csak a végsebességet korlátozza, én azt nem nagyon vettem észre, hogy a teljesítményt korlátozna. Úgy, mint? Egyesben mennyi? 15? Nem, 20. Szerintem egyesben megy 20-at, kettesben megy 30-at, és akkor négyesbe megy a végét, ami ilyen 40-45 mondjuk 40-nek, de... A 40 az reális, a 45-hoz azért kell a kis zsírozott lejtő. Igen, és kettesben jó, tehát azt a tartományt azt rugalmasan tudja. Amennyire sikerült visszatúrni az interneten, az első motorizált roller az 1915-ös Autoped. Ezt amerikai postaszolgálatok és egyéb ilyen szervezetek használták. Volt rajta egy 155 köbcentis négyütemű motor, egy akkumulátor és 6 voltos izzókkal világított, első kerékhajtású volt, szörnyű kimondani. $100 került, ami hát meglehetősen jutányos ár, tekintve, hogy akkoriban egy Ford T modell az ilyen 2600-2800 dollár körül indult. Aztán szépen áthozták Európába is, ahol a Krupp gyártotta egészen a 20-as évek közepéig. Van egy ilyen nagyon szép gyújtáskapcsoló. Ezt nem tudom, hallod, ez maradta. És hosszan kell nyomni a gombot, beindul. Van egy monokróm kijelző, itt a feszültséget mutatja. Először Oliver azt hitte, hogy ez volt a maximális sebessége vele. Hát V-nek írja, és még talán nem maxot nem ír, de V-nek írja. Hát itt van egy single felirat. Ez akkor érvényes, hogyha a dual motoros verzió van, ez ugye csak hátsó kerékhajtásos, mert ott tudod állítani, hogy első vagy hátsó. Most arra utal, hogy a usernek nincs feltétlen barátnője. Igen. Szomorú így Valentin nap előtt, de ez most ilyen. És akkor itt vannak a módok, ott lehet a bekapcsoló gomb megnyomásával változtatni. Mutatja még az bekapcsolás óta eltelt kilométert, kikapcsoljuk, ez nullázódik, meg az összes kilométert, van benne 63 kőkemény kilométerünk. Ennek a nagy részét én tettem meg a belvárosba rohangálással a telepről. És a kínai büfé valamint a telep között? Igen, jártam oda is, bár a súronal amúgy szerintem kényelmesebb volt. A telepről nem szeretek kimenni, mert ott ilyen nagyon nyelezni kell, nagyon rossz az út. Zsiliputca. És igen. És az olyan nagyon unalmas. Tehát a súronal azért a 60-nal kicsit jobb volt kimenni, mint ezzel a 30-al. Van lámpa. Fölkapcsoljuk, világít, mint a karácsonyfa, amúgy mindenhol van szélességjelző is, nem tudom, USA modul is be van rajta kapcsolva, szóval USA modulos. Indexet ráverjük akkor oldalt, meg itt elől villog, az azt hiszem nem sárgán, de legalább villog, és van dudánk. Lehet, hogy csak gurulásban működik. Vagy volt dudánk. Igen. Nem csak volt dudánk, pedig én meg dudáltam vele, bár annyira nem szeretik az emberek, amikor dudálsz. Igen, meglehetősen ilyen erotikus hangja van, bassza a füled. Hát meg ugye, mivel ők ilyen szabadon értelmezik a biciklütet, de hát az egyben járda és parkoló, így nagyon kellemetlenül érinti őket, miközben közben ledudálod őket. Én viszonylag gyakran eltévedek járművekkel, de annyira még soha nem sikerült, mint neki ott a busszal. Ahogy azt nyilván láttátok a vágóképeken, Roland ezzel az SMKP-nak minősülő rollerrel a kerékpársávon haladt. Na most, bizonyos helyzetektől eltekintve, segédmotoros kerékpárral nem hajthatunk rá például városban a kerékpársávra, városon kívül amennyire tudom megengedett, de itt jön képbe az, hogy a roller most így szabályozás tekintetében valahol az elektromos roller a senki földjén tántorog, mert hogy életszerűtlen lemenni vele az autók közé, hiszen a dinamikája, a sebessége egész egyszerűen nem engedi meg. Próbáltam, mondjuk, az mondjuk, nem jó. Mondjuk ki, meghalsz. Ellenben, amikor a kerékpárúton mész vele 20-30-szal, és mondjuk ott kerékpárosok mennek, én is ennyivel szoktam közlekedni kerékpárúton, mondjuk ki, nem nagyon zavaró. Természetesen léteznek olyan ilyen ehhez hasonló rollerek, amik mondjuk 1000-1500 wattosak, azok már tényleg nincsen helyük kerékpársában. De azt gondolom, hogy egy ilyen SMKP-nak minősülő, de dimenzióiban annál lényegesen visszafogottabb és közúti közlekedésre lényegesen alkalmatlanabb roller esetében oké a kerékpárúton menni. Ezért lenne nagyon fontos kitűzni azt, hogy ez most tulajdonképpen micsoda. Mert nem tudsz vele úgy közlekedni a forgalomba, mint egy robogóval,
Ellenben a kerékpárúton meg lehet, hogy túl gyors. Tehát el kéne dönteni, hozni valamilyen extra szabályozást ezeknek, amik végre megmagyarázzák azt, hogy hol és mikor mehetsz vele, úgyhogy nem halsz meg és életszerű. És én kettesben szoktam vele menni, ahol a 30 a vége, azért a futárok és a fixisek szoktak előzni. Igen, ez meg a másik, hogy a kerékpárúton közlekedő, nem is tudom, 60 éves sportos kisnyugdíjas és a 3 Red Bull-lal kávét lefőzött bringás futár, azért az nagyon más. Tehát, hogy ott is iszonyatos tempóbeli különbségek alakulhatnak ki. Már csak ezért is gondolom, hogy egy alapvetően kerékpárnál lényegesen kevesebb helyet foglaló rollernek is helye van ott, amennyiben nem a hangsebességgel közlekedik, mint néhány ilyen elbaszott erős cucc. Indokolt módon a taposóba beépítették a valamivel több mint 700 wattórás akkumulátort. Ezzel a gyártó 50-55 km/h ígér, és nekem nagyon szimpatikus volt az például a magyar forgalmazók részéről, hogy megadták az ígért, tehát ezt az 55 km-es értéket, valamint az általuk mért valósat, ami 25 és 45 km közé esik, gondolom nagyjából domborzattól, meg felhasználási körülményektől, guminyomástól, nem, hogy levegős a gumi, guminyomástól, felhasználó súlyától, menetmódtól kezdve mindentől függ. Amúgy simán lehet, hogy van az a kis írozott vákumcső, ahol megfutja az 50-et, de a mi mostani felhasználási tapasztalataink szerint, főleg ilyen 0-5-10 fok környéki időben, ez inkább reálisan 35-40 km. De ha belegondoltok abba, hogy ez egy mennyire kicsi eszköz, mennyire nem nagy az akkumulátorkapacitás, mennyire gyors tud lenni, hogy le tudod hajtani a kormányt, és föl tudod így magad elemenni a villamosra, és még így is elmegy ilyen 35-40 kilométert, azért azt szerintem meglehetősen király. Ez egy folding, tehát összehajtható roller, ahogy arról előbb szó volt. Az embernek annyi a dolga, hogy itt ez a kis biztonsági kallantyú fölhúzza, akkor oldhatóvá válik a rögzítés, és lehajtja ide a sárvédőre szépen csicsikálni. Van itt ez a kis kallantyú, amit be tudsz akasztani a kampóba, és onnantól kezdve jármű emelhető. Szia, Palko! De azt a tippet kaptam, hogy ha nem akarsz megizmosodni, mint Schwarzenegger egy jobb napon, akkor fogod és így húzod magaddal, mint egy gurulós bőröndöt az első keréken. Tehát ki van találva a technika. És visszahajtani, hát nyilván az is egy ugyanez fordítva, mint a Trabant szerelési kézikönyve. Kész! Ezzel a fajta enyhén purutya rugózással és ezekkel a levegővel töltött viszonylag a kategóriában nagynak számító kerékátmérőkkel igazából ez még egy elfogadható biztonságot ad, ez a roller. Viszont én azt gondolom, hogy általában ez az egész kategória a kerékméreten bukik. Egyszer volt egy beszélgetésem Zaher doktor úrral, aki mondta, hogy hány százalékban ugrott meg az arcrekonstrukciós műtétek száma, amióta az elektromos roller elterjedt Magyarországon és elterjedt, tehát különböző adatokat találtam erről, nagyjából egy 80 ezer elektromos roller fut az országban. És az a baj, hogy erre boldog-boldogtalan felül feláll, és lehet rá ülni is. Van hozzá ugye egy üléskonzolunk, amivel fel tudsz rárakni egy ilyen pufi bringanyerget, és akkor ülve közlekedhetsz vele. Nem tudom, mi értelme van, pont az agilitását veszti el, amit így két lábbal megad. De a lényeg, hogy 80 ezer ehhez hasonló eszköz fut az országban, és nagyon sokan nulla előképzettséggel, tehát hogy gyerekkorukban 8 évesen rollereztek utoljára, majd most 30-40 éves fejjel állnak, és egyszerűen élvezik a sima, hangmentes suhanást, és nem számítanak arra, hogy azokat a kis kerekeket, főleg a futómű nélküli változatokon mennyire könnyen megfogja a legkisebb akadály is. Egy faág, egy útborda, egy bármi, a villamos sín megvezeti, mit tudom én. És ugye a roller anatómiájából adódóan egy meglehetősen magasan, súlypontját magasan hordó eszköz, tehát hogyha az első kerék leakad, akkor orra bukik, és az ember az arcával fogja megtalálni a földet. Ezért nem hiába van Rolandon például most itt a forgatás miatt egy egész arcos bukós isak, és mindenkinek ezt javaslom, hogy aki rollerezik, és fokozott esélye van az arcra esésnek, szájra esésnek, az inkább egész arcos bukós isakot vegyen föl, és amúgy tök jó látni, hogy egyre több ember már minimum egy ilyen kupakot fölvesz, én ugye most bringával vagyok, azért vagyok kupakba, de hogy egyre több emberen látok hagyományos, kisebb 25 km/h tudó rollereken is egész arcos bukós isakkal, mert ez nagyon-nagyon fontos. Hát a nagyobb teljesítményűeken, amik majd befelérnek SMKP-val, ott ugye a törvény is kötelez bukós isak viselésére, ha meg egész arcos, azzal csak magunknak segítünk.
Most lehet, hogy ebből az anyagból úgy tűnik, hogy én nem pártolom a rollereket, de ez nem igaz. Pártolom a rollereket, mert minden ember, aki rollerrel közlekedik, az nem ül autóba és nem csinálja a dugót, úgyhogy akinek meg muszáj autóval mennie, az meg tud közlekedni. Szóval rollerezzetek minél többen, csak vegyetek hozzá fel sisakot, vagy biciklizzetek, mert az súlypontilag, anatómiailag és főleg kerékméretileg városi közlekedésre még mindig egy alkalmasabb eszköz. A rollerrel inkább az van, hogy ha ilyen úgynevezett last mile eszköznek használod, tehát a vasútállomástól az otthonodig, vagy az autócsomagtartójától a munkahelyedig, akkor nyilván praktikusabb, mint egy bicikli, de a biztonsági lépéseket akkor is tedd meg, és főleg mielőtt elkezded intenzíven használni, menj ki és gyakorold egy kicsit, hogy hogy kell, mert tényleg nagyon csúnyan szájra lehet vele esni. Én többre értékelnék egy olyan rollert, amit mondjuk könnyebb felkapni, és esetleg nem 600 wattos, és csak mondjuk 20-szal tud menni. Ja, bőven elég az is amúgy. Igen, és megsporolnám a súlyt a futóművén, az akkumulátoron, a motoron. Nem kell azért izgulni, hogy minek minősítik. Igen. Hát, hogy ezzel egyáltalán most mit csinálhat. Igen, mert ott van egy elég határozott beszabályozás. Hát igen, annak ilyen egy ilyen normál mondjuk Xiaomi rollernak, ami tud, mennyivel mehet, 25-tel mehet. Igazából bőven elég az a 20 is, most ezzel is tényleg ilyen 30-al kényelmes inkább közlekedni. Igen, azért 40-nél már nagyon elkezd lobogni, tehát az már nagyon nem kényelmes vele. Nem bírja se a futómű, se a kiskerék, semmi. Meg a fék sem annyira jó már 40-ről megállni vele. Ez mondjuk sehonnan nem olyan jó vele megállni azért ezen a kiskeréken, de... Igen, viszont amit nem lehet tőle eltagadni, az az, hogy rossz utakon is el vagy vele, amíg nincsenek ilyen hullámok, amiken így visszapattan, és csak el kell nyelni a kis frekvenciájú ütéseket, addig tök oké. Nekem viszont azzal van probléma, hogy mennyire lesz ez tartós, mert mondom, ezeket a rúgós tagokat, ezeket ismerjük a Tesco-s biciklikből, hát nem nagyon voltak azok. Semennyire meg elképzelem azt is, hogy itt is csak műanyag persejezése van. De igen, hát, hogy... és ugye ez egy ilyen alapvető tervezési hiba, ahogy látszik is, hogy ezt most lemostuk, mielőtt elkezdtünk forgatni, igen. És irgalmatlan mennyiségű retket ver be a taghoz, a forgóponthoz, mert nincs itt egy kis 3 centis műanyag flapni, hogy védje. Vannak ügyes megoldásai, nekem nagyon tetszik, ahogy lecsukod meg, ahogy beakasztod. A kezelőszervek is szimpatikusnak tűnnek eltekintve a gázkartól. Most nekem, azt néztük, hogy mennyit merült? Hány osztás merült? Mire visszajött? 3/4-re durván. 3/4-re merült, 22 km alatt, 20,5 km alatt, ami hát volt benne ilyen óvatos 15-tel csurgás. Van átlagsebességed? Van átlagsebességem, meg is tudom mondani rögvest. Mert azért én ezzel nem így szoktam közlekedni, de hát akkor nem ennyit merült volna. Igen, ja, megnézzük, és ráadásul a Strava úgy van, hogy automatikusan megáll, amikor megállok. Uh-huh. Tehát igen, 20,4 km, 40 méter szint, 1 óra 22 perc alatt, ugye egy tempóval mentünk, átlagsebességünk 15. Az nem rossz? Hát nem olyan rossz, igen, de nekem szerintem bőven 15 fölött van az átlagsebesség, de hát ha levonom azt, hogy megállok, tehát uh-huh. csak az, amit mozgok, én akkor ezen nyílen szoktam menni 30-al. Én ilyen 280 és 320 ezer forint közti árakat találtam rá. Figyelj, annak, aki ilyennel szeretne szórakozni, annak ez is jó. Igen. A Xiaomi-nak is van amúgy hasonló tudású. Igen, még megnézem azt is, hogy minőségben milyen jó kicsit, vagy mennyire jobb ettől. Igen, de összességében azt gondolom, hogy a normális városi közlekedés ez egyszerűen sok. Ja, nem, ahhoz sima, ahhoz elég a sima. Merev, nagy kerékkel, szabályozott, arra nem kell aggódni, hogy kell-e biztosítás, mi kell. Így van. Ez úgy van, és lehet vele menni. Így van, ezt azt mondom, hogy picit túlzásnak érzem, biztosan az az élethelyzet, amikor mondjuk vidékről jársz be, mondjuk egy külterületi bicikli úton, ott el tudom képzelni, hogy tök jó, hogy így beletekered a 40-be, és pont fele annyi idő alatt érsz oda, mint hogyha 20-szal mennél. Ez az nagyon egyenesnek kell lenni, hogy ezt én beletekerjem a 40-be, nagyon. De még én is azért úgy nagyon neccesen merek 40-nel menni. Igen, igen. Ettől függetlenül most így mennyit raktunk bele eddig? Hány kilométer van benne? 600? Most 60 van mennyi. De hogy 600, hova Székesfehérvár oda-vissza, vagy mi van? 60 kilométer van benne? 68, vagy mennyi. Szerintem most ezzel lett 70-80 kilométer talán. Jó, tehát akkor itt 100 kilométer alatt vagyunk, most még tök jól egybe van, majd hogyha valakit annyira érdekel az a roller téma, akkor megnézzük 200 kilométer múlva. Frissítjük, hogy mi van 2-3-400 kilométer múlva, mi marad vele a Zsilip utcából. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan újra találkozunk.